Gerjen és a Tolna megyei önkormányzat együttműködésének eredményeként az elmúlt esztendőkben megtörtént az egészségház felújítása, mely egy korszerű rendelőintézetet jelent. Ennek, mondta Romhányi Károly polgármester, azért van jelentősége, mert a paksi beruházás hatására várhatóan a jövőben lényegesen többen érkeznek majd a településre, akiknek megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani. A jövőt érinti konkrétan, az pedig hamarosan nekiállunk egy új óvoda bölcsőde építésének a megyei önkormányzatnak köszönhetően itt Gerjenben, egy területi operatív program forrásból, ami közel 400 milliós beruházást jelent. Ez egy kétcsoportos óvoda bölcsődét jelent a településünkön. Olyan 99 települést érintő területfejlesztési program előkészületei zajlanak, mely szabadabb mozgást biztosít a fejlesztések területén, és amelyben jobban össze lehet fésülni a megyei és a helyi érdekeket. Ez egy markáns különbség, mikor úgy tekintünk egy térségre, hogy az a feladatunk, hogy ezt a térséget fejlesszük. Erre készülnek tervek, vannak mutatók, aminek meg kell felelni, tehát gyakorlatilag magát a térséget fel kell emelni, tehát a fejlett Magyarországon belül a fejlett térségek szintjére. A település vezetője és a megyei közgyűlés alelnöke megegyeztek abban, Gerjennek is be kell kapcsolódnia abba a kerékpárút fejlesztési programba, melynek hosszú távon segítenie kell a munkába járás lehetőségeit és a helyi turizmus fejlesztési programokat.